Tisztelettel köszöntjük a nézőinket, hallgatóinkat, és egy nagyon izgalmas és rendhagyó beszélgetésre invitáltam Gárdos Péter barátomat. Ugye ez a videoblogunk, ez döntően tudomásismeretterjesztéssel foglalkozik. Ez most egy dinamikus átvezetés a művészetbe. Semmelweisről fogunk elsősorban beszélgetni, illetve én megpróbálok majd közelebb kerülni egy pár számomra fontos kérdéshez Péterrel. Köszöntünk, Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Péter, a messziről indulnék. A magyar értelmiség előtt azt mondták, hogy két út van, az egyik az alkoholizmus, a másik az járhatatlan. Te ennek ellenére számomra úgy tűnik, hogy a sikert és az életörömöt és a boldogságot választottad, és ez egy tudatos döntés volt, ezt akarom tőled megkérdezni, illetve honnan merít az ember ehhez erőt és ihletet? Én szerintem a szüleitől, szóval nagyon, nagyon fontos a gyerekkor. Én szerintem mindenkinek az életét döntően befolyásolja, az enyémet legalábbis alapvetően befolyásolta. Én egy optimista, életigenlő és nagyon ambiciózus gyerek, hogy mondjam, csak szemléletet kaptam a szüleitől, a szüleimtől. Az apámnak elképesztő humorérzéke volt, mindent ironikusan látott, és nagyon sokszor ezt ki is fejezte. Tehát magyarul Én tulajdonképpen már 6 éves koromban azt a dolgot, hogy fonákról nézzem a dolgokat, ezt megtanultam. És a mamámtól pedig kaptam egy nagyon erős és szenvedélyes előretörési útmutatót. Tehát ha azt mondtad neki, most mondok egy példát rá, hogy valami nem sikerült, akkor erre az volt a válasza, de már 10 éves koromban, hogy nem baj, legközelebb sikerülni fog. Tehát soha életben, ez, ami egyébként egy borzalmas dolog tulajdonképpen, mert állandóan arra ambicionált, hogy akkor soha ne adjam föl. Ezt a soha nem adom föl, soha nem lépek hátra, mindig megyek előre és mindig röhögök, már azon a dolgon, ami éppen történik, még a legszörnyűbb dolgon is, nyilván a haláleset ad meg a nagyon súlyos betegség, azok kivételek. Azt én a szüleimtől örököltem. Tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy én mindent az apámnak, meg az anyámnak köszönhetek, és itt ebben az esetben az apám van egy picikét előrébb. Többenetes. Ez főleg azért nagyon meglepő, hogy hiszen a Hajnagy Láz kapcsán tudjuk, hogy egy középosztályból értelmiségi zsidó családba születtél, és pont a Máté Gábor, ugye kanadai magyar orvos, pszichiáter, pszichológus munkásságából tudjuk, hogy ez tényleg a gyerekkor mennyire meghatározó, és ő azt mondja, hogy ez egy alapélmény volt a zsidó családoknál, hogy a zsidó gyerekek sírtak. Abszolút így van. Most képzeld el, hogy én nem tudtam, hogy zsidó vagyok. Tehát én tulajdonképpen ez egy nagy történet, gyorsan 3 pillanatot elmesélem, mert ez nagyon fontos, hogy lásd, hogy a szüleim hogy álltak ezt hozzá, hogy nekem volt egy osztálytársam, akinek speciál nyúlszája volt, és amellett hát zsidó volt, ennek fogalma nem volt, hogy hova tartozom. És mikor 9-10 évesek lehetünk, akkor mindig hazafele együtt ment egy kis csapat, a Hernád utcán hazafele, és a Hernád és a Peterdi sarkán váltunk 3 felé. Én mentem még egy kis sark, mert a Hernádon jobbra-balra ment a két-két barát, és én ezzel a fiúval, ezzel a nyúlszájú fiúval mentem még 30 métert. Tehát mintha elváltunk itt, minden alkalommal kvázi egy ilyen haveri búcsúzást tartottunk ezen a sarkon, mint egy szeánszot. És ez abból állt, hogy ezt a zsidó fiút megvertük, kicsit megvertük. Táskákkal, segberúg, bocsak, poporúgással helyben hagytuk. És egyszer az apám messze látta az ablakból, oda nyílt az ablakunk, pontosan a Hernád és a Peterdi sarkára, és mikor felmentem, otthon volt dél körül, azt kezdte, hogy te Péter, miért bántjátok ezt a fiút? És álltunk egy ilyen hosszú, sötét előszoba végébe, és én büszkén azt mondtam, hogy hát azért, mert muszájon meg zsidó. És az apám, aki soha életben nem bántott, de soha, előtte se, utána se. Adott egy akkora pofont, hogy neki volt egy ilyen beépített szekrényünk, neki zuhantam a beépített szekrénynek, és a földre estem. És annyira meglepődtem, nagy ütés volt,
hogy én azt kérdeztem tőle, hogy ezt miért kaptam? 10 éves voltam, és akkor azt mondta, hogy azért, mert te is zsidó vagy. És hosszan nézett még, megfordult, bement a szobába, és becsukta az ajtót. És én máig emlékszem rá, hogy félig ültem a sötét előszobában, nagyon egy helyről jöttek csak a fények, és annyira meglepődtem, és olyan döbbenet volt átkerülni a győztesek oldalára, a vesztesek oldalára, amit azt mondtam, hát akkor engem is holnap meg lehet verni, hiszen akkor én is azok köz, abba a kasztba kezdek tartozni, nem a győztesek kasztjába, a vesztesekbe. És ez egy életre meghatározta a viszonyomat például a zsidósághoz. De fura módon, ugye arra mondtad, hogy az ember igen, hogy a holokauszt második, harmadik nemzedéke is viseli azokat a fájdalmakat, amiket... Fura módon a szüleim meg akartak ettől engem szabadítani. Tehát nagyon tudatos módon az apám még soha nem is beszéltek aztán később se erről. Tehát ez a zsidóság, ez nem volt téma. Ez soha többet nem volt téma. Meg kellett halnia a papámnak ahhoz, hogy a mamám elkezdjen beszélni a saját holokauszt élményeiről. És mikor elkezdtem kutatni az apám után, ez a Hajnali Láznak egy nagy története tulajdonképpen, akkor egy csomó dolgot akkor tudtam meg, például azt, hogy hullákat égetett Bergen-Belsenbe, tehát a Sonnenkommando tagja volt. Tehát magyarul én azt gondolom, hogy sejtjeimben, vagy hogy mondjam, bizonyos értelemben én nyilvánvaló, hogy valamit hordozok ebből a holokauszt élményből, mert hiszen azt gondolom, hogy ez sajnos eliminálhatatlan. De miután a szüleim nagyon tudatosan törekedtek arra, hogy ők levegyék ezt a hátizsákot magukról kicsit, de rólam aztán mindenképpen, ezért adtak ilyen életre szóló fonák és nagyon pozitív, előremutató életút mintát nekem. Meg akartam kérdezni, hogy ez tudatos, de ezek szerint ez az ő részükről volt. Abszolút tudatos. Tehát ha nagyon belemegyek ebbe ennek a politikai és ideológiai kérdéseibe, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a papám kötött, ő egy baloldali újságíró volt. És azt kell tudnod a levelekből, és nekem ez volt a legérdekesebb, hogy ő akár ugyanúgy, mint a 20-as évek nagyon komoly értelmiségi sarjai, már a múlt század 20-as éveinek, őszintén és mindenfajta kacsintás nélkül hitt a baloldali eszmékbe, a szabadságba, az egyenlőségbe, a testvériségbe. A levelekből ez a naivitás, ez olyan egyértelműen sugárzik, ez a hit abba, hogy ő megfogja például az anyámat, akit polgárlánynak tartott, meg fogja reformálni, és majd lesz belőle egy igazi baloldali gondolkodású ember. Hogy nagyon drámaian érhette őt egyrészt a Rákosi korszak, másrészt pedig nyilván nagyon sokat torzított is a személyiségén. És amikor eljött a Kádár korszak, akkor tulajdonképpen anélkül, hogy igazán végig gondolta volna, megkötötte a dílt, megkötötte az egyességet a Kádár korszakkal abban az értelemben, hogyha nem piszkálják az ő zsidóságát, tehát befogadják anélkül, hogy igazából őt megkérdeznék, hogy ő honnan jött, és nem kell ezzel az átkozott hátizsákkal foglalkozni, akkor ő rendben lesz, akkor ő adja a szavazatát a Kádár rendszerre. És én azt gondolom, hogy az úgynevezett magyar középértelmiségi, polgári értelmiségi, zsidó értelmiség, az mind megkötötte ezt a dílt a Kádár rendszerre. Tehát azért is állt mellé. Nem kellett többé félnie amiatt, hogy zsidó. És az apám nem biztos, hogy ez tudatos volt, de meggyőződésem, hogy ez nagyon erősen befolyásolta az ő egész felnőtt, igazi felnőtt életét és szakmai életét. És aztán ezt valamilyen módon kisugározta felénk. A szemével ez történt ebből a szempontból, hogy egy brutálisan tragikus dolog. Én nagy rajongód vagyok, és ismerem a munkásságodat, és az volt mindig is az érzésem, hogy a Hajnali Láz után a hét történet is egy valahol önéletrajzi ihletésű nagyon sok van benne, igen. Sztori, és az jó gondolom, hogy valahol a Semmelweis is, nem? Tehát, hogy a zseni, akit nem... Igen, biztos, hogy így nem van. Annyira értékel a... Erre gyorsan el kell mesélnem egy anekdotát, és fogod tudni, miért mesélem el. Nekem az életem első filmünk az Uramisten volt, az arról szólt, hogy van egy bicebúca artista, aki tulajdonképpen szeretne egy világszámot,
és bekopog egy szabaduló művészhez, akit egyébként Binder Lipótnak hívnak, és itt lakik a Nemzeti Szállóba, mert egy hódolója befizette élete végéig, aki imád, és van egy világszám, és ezt meg akarja tőlem venni, ezt a világszámot, és az öreg nem adja. És igen, egy párbaj történet az Uramisten, nem adom, végül a halálában adja csak oda a számot. És mi dolgoztunk ezen a filmen, a barátommal írtuk, és volt egy fantasztikus dramaturgia, a Bíró Zsuzsi, aki fantasztikusan sokat segített, és évekkel később, 10 évvel később azt mondja, hogy hát maga Péter, magáztuk egymást, hát maga megcsinált egy önéletrajzi filmet. Mondom, én nem vagyok ide artista, mi közöm nekem az Uramistenhez? Mondom, nem, azt mondja nekem, nem vette észre, hogy a maga hatalmas, őrült harca, hogy bekerüljön a filmszakmába, az tulajdonképpen annak a sajeknak hívják a fő, az a sajek küzdelme, hogy megszerezze az öreg embertől a számot. És hirtelen rájöttem, hogy igaza van. Tulajdonképpen egy önéletrajzi filmet csináltam, csak belebújtatva egy cirkuszi történetbe. És amikor most visszatérve a kérdésedre, hogy igen, a Semmelweis történetben egy csomó olyan dolog van, amit én azért tartok iszonyú fontosnak, a magam életére vonatkoztatva is, hogy bármilyen kudarc ér, és erről beszéltünk a legelején, az akkor is tovább kell menni. Szóval, és ilyen szempontból a Semmelweis életrajz az egy szimbolikus, egész Európára, de Magyarországra aztán pláne szóló útmutatás, hogy mennyi ellenszél, és mennyi irítség, féltékenység, aljasság kell az, hogy egy embert megállítson. Nincs annyi féltékenység, irítség és rossz indulat, amely megállítson, legfeljebb egy elmegyógyintézetbe lehet végezni. Szóval végül is részben válaszoltál is arra, azt akartam megkérdezni, hogy miért volt neked fontos ezek után Semmelweis, akkor végül is érthető, nekem is egyébként nagyon fontos Semmelweis. De egyébként én mindig úgy tudtam a Semmelweis sztorit, hogy úgy lett igazából világhírű, hogy Robert Koch a Nobel-díj átadóján referált rá, és tulajdonképpen Magyarországot meglepett, vagy a Magyar Tudós Társaságot részben meglepetésként is érte, hogy úristen, ki is ez a Semmelweis, hiszen a feleség is már nevet váltott, és tőled tudom a megnyitón, tőled tudom, hogy ez nem egészen így volt, hogy egy tudatosan épített hungarikum lett. Így van. Az igazság az, hogy ez a Koch dolog, ez az én fikcióm. Tehát az egészen biztos, hogy a pasztor is, meg a Koch is ismerte a Semmelweis munkásságát. De azért tudni kell, hogy mondok egy teljesen más tudományos megközelítést is, amely egyébként nagyon fura és nagyon ellenszenves nekem. Van egy nagyon komoly orvostörténész, akit úgy hívnak, hogy Irwin Loudon, aki a gyermekhalálról írt egy fantasztikus monográfiát, ami egyébként a gyógyítás történetének a végigmegy a gyógyítás történetét, hogy milyen gyermekágyi halálnemek, halálok vannak tulajdonképpen az évszázadok alatt az emberiség történetében. Ez egy nagyon komoly monográfia, több ezer oldal, és ebben 5 oldal van a Semmelweisről, és ebben az 5 oldalban azt írja a Semmelweisről Loudon, hogy nem fedezett fel semmit. És döbbenet. Ugye két dolog áll itt szemközt egymással. A híres bostoni kórházban az a szoborcsoport, amely az emberiség 12 olyan orvosáról szól, akik legtöbbet tették az emberiség gyógyulásáért, ebben az egyik alak Semmelweis, és a Loudonnak az 5 mondata, vagy 1 mondata, 5 oldala, hogy nem tett semmit. És tulajdonképpen ez a regény, amit én írtam, az tulajdonképpen ezt az ellentmondást próbálja feldolgozni valamilyen módon, hogy akkor mit tett Semmelweis? Na most itt tulajdonképpen azt kéne látni, hogy a Semmelweis nagyon itt egy olyan tudományos közegben, amely egyébként az állatkísérleteket és a mikroszkópot tartotta a legeslegfontosabb eszköznek arra, hogy valamit felfedezzenek, ettől csak a praktizáló orvos tapasztalatával előállt valamivel, ami egyébként egy fantasztikus találmány, már a klórvizes kézmozgásról beszélek, de tulajdonképpen nem előzte meg semmilyen kutatás. Abban az értelemben, ahogy ma a tudóst képzeljük, ahogy a Pasteur felfedezte, hogy vannak valami egészen pici dolgok, ezek a kis mikróbák, amelyek valamilyen módon terjesztik a kórt. Tehát azt kell látni, hogy az egész Semmelweis kérdés az egyrészt a magyar orvos társadalom
ambíciójától vezérelve tévútra került a múlt század 90-80-as, már bizony az 1800-as éveknek, az emi múlt századnak, vagy egy kicsit akkor a 80-as éveitől. Amikor a Semmelweis meghal, akkor a nyugat-európai sajtóban egyetlen szó nem szerepel, tehát mintha nem is létezett volna. A magyar sajtóban egy kétsoros hír jelenik meg a haláláról. A felesége rá néhány hónappal Szemerkényire magyarosítja a Semmelweis nevet. Az egész családdal tulajdonképpen átmegy Szemerkényire, mert annyira meg akarják tagadni a Semmelweist, mert valahogy olyan kínos Semmelweis névvel létezni. Ha ebbe belegondolsz, a temetésre senki nem megy ki. Tehát Bécsben temetik el. És 20 évvel később a magyar orvostársadalom hirtelen felébred. És azt mondja, két dolgot határoz el, hogy egyrészt kitalál egy heroikus magyar orvost a múltból, közösen szavaznak, hogy ki legyen az. Másrészt pedig megalakítja, hogy létrehoz egy nemzetközi orvoskongresszust. Ez egy tudatos elhatározás, hogy a millenniumra itt most megváltoztatják a magyar orvosokról való képet. És úgy döntenek közösen, még él a Semmelweis néhány kortársa egyébként, hogy miért ne lehetne ez a Semmelweis? Csak hát kínos, mert ugye Bécsben van eltemetve, és nagyon keveset tudnak róla. Háromszor exhumálják, majd akkor derül ki, hogy agyonverték. A csontokból derül ki, hogy agyon van verve. És akkor két dolgot határoznak el. Egyrészt, hogy rendeznek egy nemzetközi gyűjtést, hogy csinálnak egy hatalmas Semmelweis szobrot. Ez 20-valahány év alatt sikerül, de ez a 20-valahány év alatt, amíg ez a nemzetközi szoborra való, nemzetközi gyűjtés van a szoborra, addig gyakorlatilag Münchentől, Milánóig és New Yorktól, Tokióig elterjesztik ezt a nevet, hogy Semmelweis. Az ottani magyarok mind belefolynak ebbe a gyűjtésbe, lesz egy fantasztikus szobor. Másrésztről pedig megbíznak néhány magyar orvost, hogy írjon a korabeli szakfolyóiratokban Semmelweisről cikkeket. És ez megcsinálja a Semmelweis képet. Előbb mondtam már neked, hogy Bostonban ugye a 12 leghíresebb világ, leghíresebb orvosa közül ott van az ő szobra is. És az egész világon kitalálnak valami egész különös dolgot, egy mitikus figurát, aki harcol az ellen, és az anyák, meg találnak egy ilyen balladai megfogalmazást, hogy az anyák megmentője. Egész világon így ismerik, az egész anyák megmentője, és ettől Semmelweis hirtelen feltámad. Na most ugye két dolog áll egymással szemben, hogy előbb elmeséltem neked a Laudon, aki azt mondja, hogy nem talált rád semmit, és ez az anyák megmentője kép, ez a két dolog találkozik egyszer csak. A hivatalos magyar, koncepcióban ez az előbbi rögzül, nagyon sok két film készül, nagyon sok regény készül róla, van a Benedek Istvánnak egy fantasztikus esszéje a Semmelweisről, amely tulajdonképpen ezt a képet erősíti, és van a tudományos világnak egy olyan gondolkodó csapata, aki azt mondja, hogy csak az az igazi tudós, aki görnyedve a mikroszkóp alatt és beledögölve abba, amit csinál, felfedez valamit. És a kettő között ott áll egy ember, aki pusztán csak abból, hogy a saját praktikumában rájött arra, hogy két dologra jött rá szemben, és ez az érdekes benne, ezt kell tudniuk, hogy van valami furcsa szag a kezén, ami soha nem megy el. Ez a szag, hát neked hiába van, felesleges, hogy orvosan nyilván tudod, hogy a múlt században bemenni egy kórházba, tehát a 19. században, az maga volt a pokol, mert a olyan illatok voltak a elnézést a hányástól, a vértől, a különböző sebeknek a rothadó ízétől, a hústól, hogy állítólag maguk az orvosok is zsebkendővel közlekedtek. Ráadásul a boncorvosoknak egy letörölhetetlen, lemoshatatlan szaga volt a kezén ettől a sok boncolástól, ugye minden igazi orvos boncolt is, amire ők büszkék voltak. Tehát azt mondták, hogy a jó öreg kórházi bűz. Most a Semmelweisnél az történt, hogy egy ponton, amikor, mert nagyon, nagyon komoly statisztikai kutatásokat végzett a bécsi közkórház gyermekágyi halottainak a számát, a minőségét,
25 éve visszamenőleg elkezdte vizsgálni. Ez a két dolog, a statisztika és a kezén lévő szag nyilvánvalóan tette, hogy valószínűleg ők viszik át, az orvosok viszik át a fertőzést az anyákra. És mániájával vált, hogy valahogy ezt a szagot el kell tüntetni. És amikor rájött arra, hogy ez a klór, amelyik eltünteti ezt a szagot, és kipróbálták először ő, aztán pedig egy pár orvos barátja magába a bécsi közkórházban, akkor hirtelen a 18-20%-os halálozási ráta lement 2-3%-ra, sőt még lejjebb is. Csak hogy a bécsi orvostársadalom úgy gondolta, hogy hát ide jön egy magyar, egy félnótás magyar, akinek ráadásul a németsége se volt igazán, magyarul se igazán jól beszélt, németül se igazán jól beszélt, egy nagyon, nagyon zárkózott, kemény figura volt. Azt mondta neki például a Skoda, aki a barátja volt, aki nagyon híres bécsi orvos, hogy minden héten megjelenik az orvosi hetilap, írja meg ezt a akkor még nem felfedezését, hogy milyen furcsa, hogy a klór az valamilyen módon csökkenti a haláleseteket. Csak hogy a Semmelweis nem is tudott írni. Na most az a probléma volt vele, hogy ő ezt, hogy ez tudományosan úgy értem, igen, hogy nem diszgráf, hogy ez diszgráfia, hogy miféle mentális zavarok lehettek. Én akkor az a véleményem egyébként a Semmelweisről, ezt a regény nem, ezt a szót száműzi, és el is határoztam, hogy nem írom, de egy beszélgetésen mondhatom neked, hogy egy kicsit autista volt. Tehát egy ember, akinek nagyon komoly, a fogalmazás készségével nagyon komoly gondok vannak, majd hirtelen élete utolsó 10-12 évében rátör egy írásfóbia. Iszonyatos mennyiséget ír. Megírja a saját felfedezésének a történet, a klór történet 500 oldalban. Azt, amit most elmeséltem 4 mondatban, azt ő 500 egyébként szinte olvashatatlan szegény mondatokban, mert folyamatosan visszatér bizonyos dolgokra, 828-szor mondja el ugyanazt. Olyan statisztikákat használ az olvasó számára, amelyek értelmezhetetlen. Nem tudja, nem használ tizedest, tehát nem használja, tehát a számokat is egészen furcsán használja, olyan bonyolultan, hogy vissza kell nagyon erősen következtetni, hogy pontosan mit akar ő ezekkel a számokkal bizonyítja, hogy a klórvizes kézmosásnak ennyi és ennyi haszna van, például a bécsi közkórháznak 1847-es statisztikájába. Nem lehet érteni. Elkezd leveleket írni az Európa vezető nőgyógyászainak, amelyekben mindegyiket legyilkosozza. Mint kivétel nélkül mindegyiket, mert közli velük, hogy mintha nem mossák fel a kezüket, ők effektív, ők az orvostudomány nérói, mondja nekik. Most el tudod képzelni, hogy ezt az embert el lehet ismerni, vagy lehet szeretni abban a korszakban? Egyszerűen a Skoda nem érti, hogy amikor megszervez egy nagyon komoly orvosi kongresszus Bécsbe arra, hogy a Semmelweis álljon ki, és legalább mesélj el, hogy mi történt, a Semmelweis nem tud megszólalni, nem tud kimenni, képtelen rá. Tehát miközben, ugye ez egy nagyon bonyolult képlet, hogy ugye most úgy mondtam, hogy kicsit autista, hogy igen, hogy azt gondolom, hogy korszakos tudós, mert valamire rájött, valami fantasztikus dologra rájött, amire 25 évvel később a Pasteur a mikroszkóp és az állatkísérletek révén jön rá, hogy tudnék, ezek a mikróbák, ezekkel viszi át az ember a fertőzést az egészséges szervezetre. Ezt valahogyan ő tudja egyébként, hogy valamilyen dolog van ott, tehát ezt a dolgot, hogy valami gyilkos kór van ott a kezén, azt tudja. De hogy pontosan mi, azt nem fogalmazza meg, majd csak a Pasteur. Ezért tudományosan elismerhetetlen, miközben megelőzi a korát egy zseniális meglátással. Tehát ez a Semmelweis kérdés legfontosabb tanulsága, hogy közben tényleg van egy zseni, aki valamilyen oknál fogva nem tudja csak a saját nagyon kis közegében, ugye a bécsi kórházban másfél évig, és itt a Rókus kórházban 10 évig használja a módszerét, miközben egész Európában még nem mosnak kezet, és halnak szegények a nők. Majd a Lister, aki ugye a Glasgow, az aratja le a sikert, mert az már olvassa Pasteurt és olvassa Kochot, és tudja, és már, már olyan, a műtéteknél ő már úgy használja ezt a steril módszert, hogy, és ő meg is írja ezt, ő világhírű lesz.
A Semmelweis pedig, Semmelweisnek várnia kell még a magyar orvostársadalom századfordulós nagy meg felbozdulására. Igen, én is úgy érzem, hogy a számok tragédiájaként is leírható Semmelweis elutasítottsága, hiszen tényleg utólag nézve teljesen döbbenetes, hogy annyira egyértelműen csökkent a halálozás, és azért az adatokat ott vele igen, dolgozó igen, mindenki kollégák, látta. Mindenkinek látni kellett, de nyilván ezek, ugye ezek statisztikai tényleg, hogy az innovátorok a társadalmon belül kevesen vannak. Igen. Igen. Jellemzően igen. Szembe kell, mindenki szembe jön az autópályán, és hát ennek megfelelően ilyen a pszichés állapotuk is. Igen. Tehát, hogy az állami elutasítottság egy nagyon speciális lélektani helyzetet eredményez. És hát a Semmelweis, én szerintem, hogy aztán később a mentális állapota olyan meredeken zuhan lefelé, az nekem szerintem meggyőződésem, hogy ennek az ellenhullámnak, hogy ennek a országúton mindenki szembe jön, ennek a helyzetnek az eredménye. És hát a tragikus választásai. Hát ugye a magánélete is egy nagyon, nagyon keveset tudunk a magánéletéről, de amit tudunk, azok nagyon szomorú tények. Nem csak az, hogy a felesége az megváltoztatja a nevét, de van egy-két olyan dolog, amelyeket a Semmelweis kutatók folyamatosan mellőznek, és nekem nagyon szemet szúrt, és nagyon megdöbbentett. Mondok erről egyet. A Semmelweis miközben nagyon jó barátságban van a kor tudományos szintjén komoly neurológusokkal, tehát akik foglalkoznak a pszichi állapotával, nem azokhoz megy el, tehát jóba is van velük, hanem egy gyerekgyógyászhoz, aki szintén világhírű egyébként a Bókaihoz. Mi tulajdonképpen a Semmelweis állapotáról a Bókai feljegyzéseiből értesülünk. Azok se akármilyenek. És amikor eldönti a felesége és az egyik barátja, hogy be kell dugni valamilyen intézetbe a Semmelweis, mert van produkál elmebetegségre hajazó tüneteket, akkor úgy döntenek, hogy egy Bécs melletti elmegyügyi intézetet választanak, amely egyébként, tudjátok, akkor vezetik fel épp a gőzvasutat, amely egy több órás, egy 6 vagy 7 órás út ki Bécsbe, nem is lehet látogatni. Bedugják egy különben rossz hírű elmegyügyi intézetbe, bár ezt hozzáteszem, hogy valamennyi elmegyügyi intézet a 19. században rossz hírű, mert azokkal a módszerekkel élnek, amelyek ma már teljesen nevetségesek. Egyrészt úgy gondolják, hogy a betegeket rendszabályozni kell, tehát ütni kell, tehát pribékeket vesznek fel igazából ápolónak. Másrészt pedig olyan módszereik vannak, például a hidegvizes hordó, ami ennek a bécsi elmegyügyi intézetnek egy sajátossága volt, egy találmánya, hogy 7-8 órára bezárnak betegeket egy hordóba, abból csak a fejük látszik ki, és a jéghideg vízben kell kvázi nyugalmat parancsolni rájuk. Hát egyébként valóban a jéghideg víz el is érte ezt a hatást. Más kérdés, hogy mi lett ezek a szerencsétlen emberekkel. De és most jön az a tény, amit én soha nem értettem, hogy soha nem foglalkozott ezzel senki. Miközben 5 éve létezett már, akkor Semmelweis betegségének idején a Schwarzer intézet. A Schwarzer Ferenc a Kékgolyó utcában létrehozott egy magánelmegyógyi intézetet. Egy nagyon jelentős ideggyógyász volt, pszichiáter, aki Európában először alkalmazta a munkaterápiát. Nagyon jó hírű volt. Hát ugye a munkaterápia, mint felfedezés, hogy bizonyos elmebajokat munkával kell gyógyítani, ez egy fantasztikus felfedezés volt azon a szakterületen. És nagyon komoly eredményeket értek el. Eszébe nem jutott, sem Semmelweis feleségének, szerintem eszébe jutott. Ugye az én fikcióm szerint nagyon tudatos volt a Semmelweis elveszítése. Tehát amiről beszéltünk, hogy a Semmelweis halála és a tragikus sorsa, abban benne vannak nagyon komoly emberi tényezők is, abban én 1000%-ig biztos vagyok. Tehát a magyar orvostársadalom meg akar szabadulni ettől a folyamatos kellemetlenséget okozó embertől, mert ugye írja ezeket a leveleit, mindenki felfigyel rá, nagyon szeret kiabálni, ha valaki nem ért vele egyet, akkor gyakorlatilag majd olyan agresszív lesz, hogy szinte elmegy a fizikai abúzusig. Hát ezt ki kell dobni ebből a közegből, ez egy kínos. Az is nagyon tanulságos egyébként, hogy a
hogy egy ponton elveszti, az utolsó három évben elveszti az érdeklődését a saját találmánya iránt, és egész másfajta irányba is elindul. És tulajdonképpen, mint kiderül tudományos értelemben is, egy csomó nagyon érdekes gondolata van nőgyógyászati problémákról. Tehát szó sincs arról, hogy ő egy olyan elmebeteg lenne, akit le kell fogni, vagy be kell zárni egy elmebeteg intézetbe. Nyilván mentális zavarai vannak, és mondom, ez az autizmus, ez biztos jellemző rá, de messze nem olyan szintű, hogy őt nagyon kelljen verni egy elmebeteg intézetbe. Hogy tud valaki sikeressé válni a saját kortársai között, az valóban, ahogy hallottuk tőled is, az egy túlszett, amit az ember vagy barátoktól, vagy rokonoktól szed össze, ő ezt valószínűleg szegény nem birtokolta. De hát a te életutad is ebből a szempontból elképesztő, mert bár nagy filmeket csináltál, és nekem tényleg a top 10 filmélményem egyike volt. Még mielőtt téged megismertelek, Tarantinót is beleértve a Skorpió megeszi az ikreket reggelire, ami tényleg egy óriási élmény volt az életemnek, és legalább 10-szer láttam. De mégse filmrendezőként lettél igazán híres, most már mondhatjuk, hogy világhírű lettél íróként, és az evolúció győztesei mégiscsak az alkalmazkodók. Tehát, hogy ha valamit tanulságképpen akarunk mondani, akkor én azt gondolom, hogy te sok szempontból minta vagy, hogy kell kreatívnak lenni nemzetközi szinten is, nagyon top dolgokat csinálni, de azért mégis valahogy alkalmazkodni kell a körülményekhez, mert ugye én tudom tőled, hogy te személyesen nagyon jó barátság voltál Andy Vajnával, aki évekig nem adott lehetőséget, hogy a Hajnali Lászból filmet csinálj, és tulajdonképpen Andy Vajnának köszönheted indirekt módon azt az ő elutasításának, hogy nemzetközi szinten rendkívül sikeres író lettél. Nézd, apróságokon múlik. Én az ember a filmjei, hogy milyen filmeket csináltunk, ez ma már nagyon nehéz meg minőségileg. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az a film, amelyiket 30 év után is meg tudsz nézni, mert a film a leghamarabb elavuló művészet. Technikailag nagyon sok mindent találtak fel az elmúlt 100 évben, és ezek nagyon megváltoztatták magát a filmcsinálásnak a művészetét. Tehát nagyon hamar elavul. Ha egy filmet meg tudsz nézni 30 év után is, nekem, én onnan tudom, nagyon-nagyon jól esik, amit mondasz a Skorpióról, és néha szoktam vadidegen emberektől kapni a Facebookon levelet, hogy látták valamelyik filmet, és nekem olyan fantasztikus öröm, hogy mit a szamárkőgés még mindig hat, és, vagy az Uramisten hat, és ezt a Skorpió is, hogy azt jelenti, hogy akkor valamilyen szempontból ezek, de jó helyen kell jó időben lenni. Ez a legfontosabb. Nem csak arról van szó, hogy a szerencse is kell ahhoz, hogy az embernek valami bejöjjön. Hát vagy nagyon sokat kell próbálkozni. Én azt szoktam mondani, hogy nagyon sokat kell próbálkozni. Szóval, igen, igen. Szóval a szerencse az a statisztikában van. Persze, tehát, persze. Hogy, de szerencséd volt egyszer, de százszor próbáltad. Százszor, hát, hogy, igen, igen. Hát, rendkívül sokszor nekifutottál. De a Szamárkőg is, ha tudnék mesélni, de a Szamárkőg is, hogy nem indult az Oscaron, az egy szavazaton múlott. Mikor én kim voltam előtt, több fesztivál, az rengeteg fesztiválon indult, és nagyon sokat nyert, és akkor is mondta egyszer nekem egy amerikai kritikus, hogy nagyon várták az amerikai, az Oscar-díj bizottság, nagyon benne volt akkor, hogy a szamárkőgést indítja Magyarország, nem azt indította abban az évben. És azt mondja, pehjed van, mert ott lettél volna nagyon közel ahhoz, hogy végre kapjon egy olyan nemzetközi elismerést az a film, amelyik az ember kilövi egyébként valóban rakétaként a nemzetközi filméletbe. És ilyenkor azt mondom magamban, ma már tudom, hogy mi történt akkor abban a minisztériumi előszobában, ahol eldöntötték, hogy a szavárkívül is abban az évben nem indul. És már úgy, nem nevezik. És arra gondolok, hogy erre mondtam neked, hogy jó időben, jó helyen, hogy igen, hát apróságokon múlott a szocializmusban valami, egy igaz. És aztán később valószínűleg ezért sokkal erősebb ambíció maradt bennem, például a regényírás iránt, mert tele volt, ebben kezdtük ezt a beszélgetést, és az anyám viszont nyomja belém ezt a nem feladni, tovább menni, nem elkeseredni, menni tovább. 96 éves korában eszméletlen. Is. Eszméletlen. Igen. Eszméletlen.
Fantasztikus. És hát tegyük hozzá, hogy én azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg Oscar-díjat már nem fogsz kapni, de nem. Irodalmi Nobel-díjat szerintem még kaphatsz. Úgyhogy én azt is gondolom, hogy, hogy nekünk, és azért most ez egy nagyon-nagyon pici kis dolog, amit én ezt hozzá tudtam tenni, de azt gondolom, hogy, hogy vissza kell térnünk a 19. század végi orvosokhoz, akik példaképeket választottak maguk közül, és meg kell próbálni mindent megtenni, hogy, hogy, hogy ismerté tegyék azt, ami... Igen, ez a marketing munka, amelyet ők felfedeztek egyébként, ennek elképesztő szerepe van abban, hogy valaki beérkezik-e abba a vérkeringésbe, ahol aztán tud funkcionálni. A Semmelweis tudnék abszolút megérdemlő, hogy világhírű legyen. És nem, és, de, de a kor és a saját személyes, többé-kevésbé rossz döntései, már személyes döntései, azok megakadályozták ebben a világ sikerben. De úgy látszik, hogy van valami, van a sorsnak valamilyen különös, hogy mondjam, misztikus hátsó szándéka, amely aztán kilövi ezeket az embereket tényleg a világhír felé. Szóval visszatérve a te munkáidra, tehát én azt gondolom, hogy, hogy a Semmelweis is egy olyan sztori, ami az egész világon érthető kell, hogy legyen, mint hogy a Hajnali Láz se egy magyar sztori, tehát az is egy abszolút nemzetközi sztori. A hét történet, az egy, én úgy gondolom, hogy ez egy kelet-európai sztori, tehát azt nem biztos, hogy mindenki érti. Tehát most épp márciusban jelent meg Amerikában a könyv. Óriási. Úgyhogy lehet, hogy ott meglátjuk, hogy lehet, hogy igazad van. Hogy nagyon nehéz ügy egyébként. Szóval a Hajnali Lázat azt hány nyelvre fordították? 36. 36. És azt jó tudom, hogy utána a kiadó neked így gyakorlatilag Bianco csekket adott, hogy a következő könyveidet. Igen. Semmelweis hány nyelven fog megjelenni? Hát nézd, most fordítják Angliára, most van az Open kiadó igazgatója, a Halmos Ádám Frankfurtban, most indul a Frankfurti Nemzetközi Vásár, és nagyon remélem, hogy megköt egy-két szerződést a Semmelweis ügyel. Te, én azt fel tudom ajánlani neked, hogy van egy Magyar-Amerikai Orvosszövetség, rengeteg patrióta, fantasztikus, egyébként nagyon befolyásos, nagyon sikeres magyar orvosokkal, tehát ennek a beszélgetésnek egyik célközönsége ők lesznek, és tehát akkor angolul biztos, hogy megjelenik a Semmelweis. Hát remélem, hogy megpróbáljuk terjeszteni, és hát a magunk részéről a barátaim és mindenki. Egyrészt ajánlom mindenkinek, hogy aki még esetleg nem olvasta a Hajnali Lászt, az olvassa el. Egy rendkívül sajátos és teljesen új hangvételű holokauszt könyvet fog olvasni, olyat, ami a holokauszt végén kezdődik, és egy újkori, vagy egy régikori Tinder sztori, hadd mondjam, nem mondjuk erről most többet, egy fantasztikus, fantasztikus történet. És azt gondolom, hogy a Semmelweis könyved is, amit megírtál, az annak ellenére, hogy én egyébként tényleg 20 évvel ezelőtt olvastam erről először, és engem borzasztóan megragadott az ő tragédiája, nagyon érdekelt. Ennek ellenére nagyon sok újdonságot olvastam a könyvben, és állati érdekesnek tart, most nagyon hitelesnek, és nagyon érvényesnek, és nagyszerű, hogy megírtad, és köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm. Köszönjük szépen a hallgatóknak, nézőknek a figyelmet, és ezúttal búcsúzunk. A könyv, a Semmelweis könyv elérhető a könyvesboltokban, és már egyébként közzétettük egyszer a trélerét, de most ez a beszélgetéshez még egyszer csatolni fogjuk. Köszönjük szépen a figyelmet!